Köszöntöm a nézőket! Sokat változott, fejlődött a Fejér megyei Baracs az utóbbi években. A most következő percekben ezt a települést ismerhetik meg egy kicsit jobban. Tartsanak velünk! Fejér megye déli szegletében Dunaújváros mellett helyezkedik el Baracs. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek köszönhetően a település egyre vonzóbb a fiatalok körében, akik örömmel költöznek ide. Az apróságok korábban egy 100 éves óvodába jártak, napjainkban azonban már ez a szép és korszerű intézmény fogadja őket. Az óvodánkat 1954-ben alapították, a régi épület az közel 100 éves volt, 3 évvel ezelőtt tudtunk átköltözni ebbe a gyönyörű épületbe, amit már nagyon vártunk. Hát itt az infrastruktúrális fejlődéssel az eszközeink is fejlődtek, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gyerekek is egyre inkább gyarapodnak, és egyre több gyermek jár az óvodánkba. Igen, gondolták volna azt, hogy lassan kinövik az óvodát? Nem, egyáltalán nem számítottunk rá. Amikor megtervezték az óvodát, akkor 100 főre tervezték, de közel 101-en is voltunk már. A bölcsőde is hamarosan megnyitja kapuit, az is az intézményhez fog tartozni? Igen, valószínű, hogy szeptembertől több célú intézményként fog működni, és akkor az óvoda, bölcsőde egy intézmény része lesz. A baracsiaknak a sport, a rendszeres testmozgás is fontos. Erre kiválóan alkalmas a helyi sportegyesület központja, ahol műfüves pálya és nagypálya is található. Baracson 2012-ben adtuk át az első fecskeként, amit létrehozott a Magyar Labdarúgó Szövetség, ezt a műfüves focipálya programot. A képviselőtestületünk, önkormányzatunk vezetői felismerték azt a lehetőséget, hogy ezzel a pálya kialakítással a közösségi életünket, az addig se gyenge sportéletünket még jobban tudjuk fejleszteni, és hozzájárultak ahhoz a fejlesztéshez, amit itt láthatunk. Ezt folyamatosan gondozzák is. Természetesen, hát hiszen jó gazda módjára erre nekünk kötelezettséget kellett vállalnunk egy 15 éves intervallumba. Most már mondhatjuk azt, hogy 10 év eltelt, és a folyamatos karbantartásokat is elvégezzük. Ezekre nem csak személyi feltételt tudtunk biztosítani, hanem a pályázatok útján gépparkot is tudtunk vásárolni, amivel egyszerűbbé, könnyebbé tudtuk magunknak tenni az életet, és ezáltal meg tudtuk őrizni majdnem a kivitelezéskori állapotokat. Milyen rendezvényeknek tud otthont adni itt ez a sportkomplexum? Hál' Istennek ez a sportkomplexum nem csak műfüves edzéseket, nagypályás futballmérkőzéseket, hanem a tavalyi évben a Magyar Falu program keretében egy kvázi edzőpályát vásároltunk, a szomszédos templomkertet tudtuk megvásárolni teljes Magyar Falu program támogatásában, amivel egy testvér egyesületünkkel karöltve különböző közösségi rendezvényeket tartunk, ami fesztiválokat, most ebbe az évben már odáig jutottunk, hogy a harmadik fesztivál évet fogjuk tudni megnyitni. A 2020-ban alakult társegyesület számos rendezvényt szervez, hogy a közösségi élet is színes legyen Baracson. 2020 márciusában jöttünk valóban létre, ugye az egyesület tagjaiként, mint baráti társaság felkaroltuk azt a kezdeményezést, hogy egy egyesületet hozzunk létre azért, hogy a Baracson élőknek egy közösségi programos területet, programokat, minden olyan dolgot, ahol ugye a baracsiakat össze lehet hívni, meg tudjuk csinálni. Úgyhogy így jött létre a Baracsi Egymásért Baráti Egyesület, először 15 fővel, és a mai napig pedig már 25 főre duzzadt ez az egyesületi létszám. 2020-ban kezdtük egy lecsófesztivállal, amit augusztusban sikerült megtartanunk itt a falunaphoz kötődően egy kenyérszenteléssel, programokkal. Itt akkor még nem volt színpad, és akkor a következő évtől pedig már keményebben fogtunk bele ebbe az egész dologba, mert hogy több programot szerveztünk, nagyobb tömeget szerettünk volna ide vonzani, és így lett több programunk is a 2021-es évben már. Így jött létre gyakorlatilag ez a színpad is, hiszen az fontos megemlíteni, hogy ez mind-mind a helyiek erejéből létesülhetett.
Így van. Itt ugye nem volt 2020-ban csak egy füves terület, és hogy minőségi programokat próbáljunk idehozni a baracsiaknak, ezért kitalált az egyesületnek a tagsága, hogy hát legyen itt elkészítve egy olyan színpad, ami folyamatosan itt van, folyamatosan kiszolgálja azt a közönséget, hogy normális fellépőket, színvonalas fellépőket tudjunk idehozni, és a társaságunk összefogott, és önerőből létrehozta ezt a területet, ami ugye színpadként is, illetve hát, hogyha a másik oldalon nézünk, akkor a focipályára lelátóként is funkcionálhat. A baracsiak mindig is szerettek volna egy olyan közösségi teret, ahol együtt ünnepelhet a település apraja nagyja. Így készült el a Vezérpark, amelynek központi eleme Rohonci István szobrászművész munkája, de a többi alkotást is barátaival közösen készítették, és a nyilas csillagkép szerint helyezték el. Számos köztéri alkotás kötődik az ön nevéhez. Itt vagyunk Baracs nemzetség fő szobránál a Vezérparkban. Mit kell tudni ennek a parknak a történetéről, hiszen az is izgalmas? Igen, azt kell tudni ennek a parknak a létrejöttéről, hogy Baracs egy nagyon sajátos település szerkezettel rendelkezik, alapvetően két nagy részből áll, templomosból és apátszállásból, és a két falu rész között mindig feszültségek voltak, hogy hol legyenek a falunapok, hol legyenek a központi rendezvények, és Várai Róbert polgármester úr kitalálta, hogy a két falu közötti feltöltött, ilyen patak által feltöltött részen csináljunk egy ilyen gyülekezési, ünnepségi helyszínt, egy ilyen szakrális középpontot ennek a falunak. És ebbe találtam meg támogatásokat a barátaimtól, akik fafaragók, fanyűvők, és akkor így jött létre gyakorlatilag ez a nemzetségfő szoborpark, ami most már egy ilyen szakrális és ünnepi központi hely is a falunak. A nyilas csillagképhez tartoznak a itt látható fák, azt rajzolják ki ezek a installációk. Igen, igen. Tehát amikor gondolkoztunk azon, hogy hogyan is legyen elrendezve ez a faoszlopok, és hogy milyen jelképi rendszer legyenek felruházva, akkor automatikusan jött Horváth Béla tanár úr, itt a helyi történelem tudója, és akkor ő bogarázta ki, hogy a valamikori okiratokból létezett egy Borocs nevezetű nemzetségfő, és akkor innétől kezdve gondoltuk mi azt, hogy akkor legyen tényleg egy ilyen honfoglaláskori vonulata, húzása is ennek a történetnek, és akkor így jött az a gondolat, hogy a szobrokat úgy helyezzük el, mint ahogy a nyilas csillagképnek a csillagai helyezkednek el. Úgyhogy ha fölülről megnéznénk ezt a szoborparkot, akkor a különböző szoborinstallációk pont úgy vannak elrendezve, minden egy csillagképet kapnánk meg. Baracs óriási léptekkel fejlődött az elmúlt időszakban. A kormány jóvoltából ugyanis 2 milliárd forint támogatás érkezett a településre, amelyet 500 millióval pótolt meg a község. Mi is meglepődtünk, amikor egy ilyen zárszámadást csináltunk. A múltkor elmentem egy falugyűlésre, és előtte összeírtuk, hogy az elmúlt 10 évben milyen fejlesztéseket hajtottak végre, és hát örömmel jelentem, hogy egyébként még korán sincs vége, hiszen a jövőről is beszéltünk, hiszen számtalan olyan beruházásuk lesz az elkövetkezendő időszakban, ami még csak növelni fogja ezt a 2 milliárdot. De visszatérve a kérdésre, igazából arról szól ez az egész, hogy rendkívül jó, precíz vízióval rendelkeztek, jól határozták meg, hogy miket szeretnének fejleszteni. Takarékos üzemmóddal léptek be a 2010-es évbe, és jelentős tartalékkal rendelkeztek, ami azt jelentette, hogy őket nem kellett például konszolidálni, viszont azokat a pénzeket, amikkel rendelkeztek, azokat jó elképzelésekre, jó tervekbe, hatástanulmányokba fektették, és ezek a hatástanulmányok, ezek a tervek, ezek mindig rendelkezésre álltak, amikor egy aktuális pályázat megjelent. Ebben nagy szerepe volt Várai Róbert polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, akivel együtt dolgozott, és ezt kiválóan oldották meg az elmúlt években. Új óvodal létesült, ami már lassan ugye teltházzal működik, és új bölcsöde is létesül majd a közeljövőben. Miért fontosak ezek a fejlesztések a település életében?
Minden olyan fiatalos, dinamikus városvezetésnek fontos az, hogy azok az intézményei rendben legyenek, ahova a kitelepülő családok, fiatal családok el tudják helyezni helyben a gyermekeiket, és ezért volt fontos az, hogy egy teljesen új óvodát építettünk Baracson, sőt, most már akkora igény mutatkozik rá, hogy majdnem, hogy tovább kell fejlesztenünk ezt az óvodaépítést, és jelentkezett az az igény is, hogy bölcsődei ellátást biztosítsunk, és hát erre, hála Istennek, sikerült olyan pályázati forrást találni, amelyet a közeljövőben fogunk átadni. Én azt gondolom, hogy az egyik legkorszerűbb intézményrendszerrel és új intézményrendszerrel rendelkezik ma már Baracs. Ugye egyre több család választja ezek szerint a település, dinamikusan fejlődik, akkor ezek szerint hozzá is fog ehhez az egész fejlődéshez kapcsolódni az úthálózatnak a fejlesztése? Egyrészt én azt gondolom, hogy a belterületi utakat tekintve Baracs egészen jó állapotban van. Nyilvánvalóan kell még fejleszteni, és van még fejlesztendő utcája. Többek között például ugye Baracs település szerkezetéből adódóan a régi Baracs, a templomos Baracsnak a fő utcáját azt az idei évben fogjuk teljes mértékben megújítani. Az új Baracsnak az utcája az tulajdonképpen megújult, és rendkívül jól használható kerékpárúttal, járdával, csapadékvízelvezetéssel elkészült. Maga a település és a környező települések megközelítése az egy nagy kérdés ebben az esetben, de például külterületi utat építenek, illetve felújítanak Nagyvenyém irányába, erre már megnyerték a több mint 200 millió forintot. Ez is egy kitörési pont, ugye Dunaujváros irányába folyamatos és jól közlekedhető utak vannak, ugye a templomoson keresztül kijutnak a régi hatosra, és hát van egy jelenleg vita tárgyát képező út, amit szeretnénk, hogyha Daru-Szent Miklós irányába, illetve Mezőfalva irányába is nyitna a település, amennyiben ők ezt akarják, és ez kapcsolódna egyébként az M8-as egyik lehajtójához, egyik csomópontjához. Megújult a települést átszelő főút is, amelyre már nagyon vártak az itt élők. Visszatekintve az elmúlt 10 évre, vagy most már 12 évre, elmondható az, hogy óriási léptékben fejlődtünk, és tényleg most adtuk össze valójában, hogy megdöntöttük a 2 milliárd forintot. A 2 milliárd forint az csak támogatás, ebben van uniós támogatás, magyar államnak a támogatása természetesen, ez vegyesen, de azon túl még amire büszkék vagyunk, az a mintegy 500 millió forint, amely teljesen saját erős. Hát ebbe a saját erőbe egyrészt adók, tehát a helyi adó, az iparűzési adó, meg hát amit fölvettünk bank kölcsönt is, de mindegy is, mert hát a lényeg az, hogy 500 millió forintot saját erőt ráköltöttünk a településre, és ami még fontos az, hogy ez jól látszik is természetesen, hiszen rengeteg utunk felújult, vagy megépült, és hát rengeteg épületünk megújult természetesen. Hogyha már az utat említette, az egyik nagyon jelentős ilyen beruházás az a központi útszakasznak a felújítása volt, ami gyakorlatilag már szinte járhatatlan kategóriába tartozott. Így van. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az elmúlt 40 évben majd minden választáson, bár jó szerével inkább csak 30 éve volt választás, de már igazi választható választás, de lényeg az, hogy nagyon régóta mindig mindenki azzal kampányolt, hogy a Széchenyi utcát föl fogja újítani, hogyha ő lesz a vezető. Hát ez az én esetemben valóban sikerült is, nem kis részben szintén uniós támogatásnak köszönhetően, viszont olyan utat sikerült építenünk, ahol a csapadékvízelvezetés megvalósul, kerékpársáv ki van építve, és hát maga az út burkolat is teljesen megújult, és mindez 3 kilométer hosszan, úgyhogy 2 hidat is építettünk még hozzá, tehát nem kis büszkeséggel mondhatjuk, hogy a legnagyobb tettünk az volt, hogy megújítottuk a Széchenyi utcát, igen. Vonzó a település, hiszen nagyon sok a kiköltöző, gyakorlatilag nincs is eladóház, ezt is mondhatjuk? Teljesen mondhatjuk, sőt, hát már annyira nincs ház, hogy amikor meghallják, hogy valaki
Hát meghalt, ugye kis település, tehát azért úgy nagyjából ismerik egymást az emberek, akkor már is beindul az üzenetadás, hogy hát üresedés történt, úgyhogy rögtön lecsapnak az adandó alkalommal az üresedett házra. Igen. Nőnek a beköltözők számai, és ezzel gyarapszik a település is, hiszen nagyon sok fiatal család itt találja meg a nyugalmat, vagy az életteret, és hát ezért gondolom, hogy az iskola, az óvoda és a bölcsöde fejlesztés is sokak számára fontos. Igen, nagyon fontos, és főleg azért, mert Baracs egy nyugodt település, itt nincs átmenő forgalom. Mondhatjuk, hogy zsák jellegű falu vagyunk, zsák falu, nem teljesen igaz, mert több kijáratunk van, mint egy, de függetlenül tényleg ide csak az jön, akinek itt dolga van. Tehát az ide költözők tudva tudják, hogy mi vár rájuk, és nagyon sokan választják ezt a kicsit elzártságot itt Dunajváros közelében, ugyanakkor nyilván igényeik vannak nekik is, meg amúgy is a helybélieknek is van igényük. Ebből adódóan megépült 4 évvel ezelőtt az óvoda, ami már úgy tűnik, hogy kicsi, 100 fős óvodánk van, de már kicsinek bizonyul, de most nagy reménységünk a frissen megépült bölcsöde, ami hamarosan átadásra kerül. Ez pedig már a község egyik különlegessége, a hatalmas repülőtér. Látszik, hogy milyen széles területen helyezkedik el a település, és hát azt hiszem, hogy nem egy megszokott dolog, hogy reptérre is rendelkeznek. Igen, az egyik különlegessége Baracsnak az, hogy hatalmas nagy repülőterünk van. De hatalmas nagy azt jelenti, hogy Kisapostak községe közösen összesen 104 hektár, de ez nem teljesen igaz ennyire, mert 35 hektár az, ami konkrétan repülőtérként hasznosítva van pillanatnyilag. És sajnos nem is az a neve, hogy Baracsi repülőtér, hanem Dunajvárosi repülőtér, de mi azért büszkék vagyunk rá, hogy ez Baracson van. Ez területek hol található pontosan itt a térképen? A térképen Baracsnak a keleti részén található, közel a 6-os úthoz, és ugye itt Kisapostag és Baracs határában van a repülőtér. Ez egy nagyon régóta használt sportrepülőtér. Annak idején az MHS időkben épültek a hangárok, amik most is nagy becsben vannak tartva, és most is sportrepülés célját szolgálja. És méltán közkedvelt, most már ejtőernyős ugrások is vannak, és úgy tűnik, hogy egyre felkapottabbá válik a sportolók körében. Kevés olyan kis település van, ami saját repülőtérre rendelkezik, ugye Baracs az ilyen. Ez a mondjuk a fejlődését mennyire szolgálhatja a településnek az, hogy van egy saját kisgépek fogadására alkalmas repülőtere? 3 néven is fut ez a repülőtér, hiszen Dunajvárosi repülőtér, Kisapostagi repülőtér és Baracsi. Tény az, hogy Baracshoz tartozik a repülőtér landolási felületének nagy része. Én azt gondolom, hogy ezt nemzetgazdasági szempontból kell majd megvizsgálni, hogy milyen fejlesztési lehetőségek vannak. Jelen pillanatban a sport és más egyéb kiszolgálása az tökéletesen megfelel ez a repülőtér. Én azt gondolom, hogy a helyi lakosokat is, és a környékbeli lakosokat is meg kell szondáztatni, hogy mennyire vennének, vagy lennének partnerek abban, hogyha ezt a repülőteret kibővítenék, vagy pedig pontosan jó az, ami jelen pillanatban célt szolgál. A sportrepülőtér a látogatók körében is közkedvelt, hiszen ejtőernyős ugrásokra is van lehetőség. És ha már látogatók, aki Baracson jár, feltétlenül térjen be a felújított öreg templomba is, amelynek története az 1800-as évekig nyúlik vissza, és oltára igazán különleges. Itt vagyunk Baracson, a régi templomban, hogyha fogalmazhatok így. Magának az épületnek, a templomnak is nagyon izgalmas a története, de látható itt egy különleges oltár, ami azért nem mindennapi, valljuk be. Mit lehet erről tudni? Igen, nem mindennapi, hiszen az maga az oltár, a szárnyas oltár, ami önmagában a Béke királynő címet viseli, teljesen fából készült, kazettás oltárról van szó, aminek a közepén ugye Szűz Mária alakja látható, kezében a pálmaággal, ugye ez szimbolizálja a békét. Ha szembeállunk az oltárral, akkor jobb oldalt Szent István királyunk jelenik meg 2 kazettában. Felső kazettában, mint a háborúban elesett katonák és sebesültek védőszentje, alatta pedig ugye, miután örökös híján, vagy hát mivel nem volt örököse, ugye Szűz Máriának, amint az országot Szűz Mária oltalmában ajánlja.
Az oltárnak a bal oldalán pedig Árpádházi Szent Erzsébet látható, akiről ugye tudjuk, hogy egy német őrgrófnak volt a felesége, ő a szegények és az elesettek védőszentje. Felső kazettában a kép látható, hogy ugye lábánál. Az Erzsébet rózsái, ugye? Az Erzsébet rózsái, igen, fontosan. A kenyér, amit visz a szegényeknek, ugye rózsává változik. Az alsó kazettában pedig az látható, amint ugye mivel férje halála után a férje rokonsága ebbéli tevékenységet nem igazán támogatta, menekülnie kell ugye Warburg várából, és amint ugye elmenekül a családtól. Ezt a pillanatot örökíti meg, igen, tulajdonképpen. Az oltáról még azt kell tudni, hogy 1949-ben készült Sugár Gyula a Fafaragó, budapesti Fafaragó műhelyében, és ezt az oltárt kiegészíti tulajdonképpen a templomban látható stációképek, ugye 14 állomással, ami viszont 1952-re készül el. Egyedi alkotások ezek tulajdonképpen, mert az országban szinte egyedülállók, és elég komoly értéket is képviselnek. És nagyon szép állapotban is vannak. Igen. Hát mi azért igyekszünk tenni, érte, megmondom őszintén, nagyon nagy küzdelmeket folytatunk, hiszen azért a bogarak, a szú itt is tulajdonképpen működik, és két évvel ezelőtt a gyülekezetünk, vagy hát ugye egyik gyülekezethez tartozó egyik hölgy fáradtságos munkával apró darabokra szedte tulajdonképpen, és ugye vegyszerrel kezelte, illetve hát fényesítette. Majd hát ugye ismét a helyére került, illetve azt kell még róla tudni, hogy mindegyik stációban, illetve az oltárban is rejtett világítás van elrejtve, és ugye ez felkapcsolható, és azért egy külön-külön fényt varázsol ezeknek a képeknek. Talán ennyi. És az öreg templomról mit lehet tudni, hiszen ez is izgalmas magának a templomnak a története, ami tudható róla. Hát a templomról azt kell tudni, igazából a történet az 1800-as évekig nyúlik vissza, akkor tájt itt a településen jobbára jobbágyok és cseléd népek laktak. Település, mint település önmagában nem létezett. Az akkori lelki, az itt élő emberek lelki gondozását az akkori ciszterciek által működtetett előszállási plébánia látta el. Azt tisztán látszott igazából, hogy itt valahol középen egy templomot kell majd építeni, és 1857-ben az egyik uradalom, vagy hát az egyik földbirtokos halálában ugye rendelkezik arról, Nemeskéri Kispálné született Csapó Ida, rendelkezik arról, hogy az örökségéből az örökösök plébánia hivatalt, illetve hát templomot építsenek. Ennek ők igazából eleget is tettek, és 1862-ben kerül ide tulajdonképpen helyi plébános a plébánia hivatalban, Győri Béla személyében, de sajnos ez nem lesz hosszú élető, hiszen az örökös tönkre megy, és ugye 10.000 forintért a kegyúság megváltatik. Viszontagságos idők jönnek, a földvári ferences szerzetesek próbálják itt ellátni az itteni hívek lelki gondozását. Aztán idővel ugye a népesség az nő tulajdonképpen. Még 1895-ös népszámláláskor még csak 45 adófizető látható a területen, addigra 1904-ben a településen parcellázás, ugye Gróf Széchenyi Antalné birtokának parcellázása után telepesek jönnek, és már 1000 adófizető fölé, tehát létszámát tekintve 1000 fő fölé növekedik a település lélekszáma. Azt is mondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez a templomos város, település rész a Baracsnak a régi központja. Igen, igen, mindenféleképpen. Településről ugye már akkor is eléggé tagolt volt, ugyanúgy, mint most tulajdonképpen, de és hát a központot, igen, ez a terület képviselte, vagy hát itt volt
település központja. A templom belsejéről már beszéltünk, de egy nagyon szép, impozáns és tényleg rendezett külső fogadja az ide érkezőket, és a templomkert is megújul, de ennek a részleteiről mit tudná elmondani? Hát a templom felújítása kívül, ugye 2002-ben van egy akarat, és ugye van egy vállalkozónk is a településen, aki ugye szándékozik támogatni bennünket, illetve adományt ad, akkor történik egy ilyen helyi adománygyűjtés, és abból a célból elsősorban ugye a templomkertet ugye felújítsuk, illetve a templomot kívülről rendbe tegyük. Ez meg is történik, a templom kívülről ugye tatarozzuk, a templomkert pedig teljesen megújul, illetve a templomkertben elhelyezésre kerül egy első világháborús emlékmű, amiről igazából azt kellene tudni, vagy azt kell tudni, hogy a település tagoltságából adódóan az első világháború után az itt élő emberek úgy próbáltak tisztelegni a háborúban elesett katonáknak, hogy mindenhova annyi fát ültettek, ahány katona ugye ott maradt a harcokban, és ezeknek a fáknak a tövében köveket helyeztek el, és ezekre a kövekre a katonák nevei felkerültek. Majd ezeket mi összegyűjtöttük, és egy emlékmű jellegében, illetve egy emlékműre felírásra került. A templomkertben még elhelyezésre került ugye a trianoni békeszerződés 100 éves évfordulója emlékműve. Híres a faragott stáció sorozat is, amelynek 14 állomása 1952-re készült el. A hívek adományaiból a templomkertet is felújították, ahol helyet kapott a világháborúban elesett baracsiak emlékműve, valamint a Trianon emlékmű is. Kedves nézőink, az elmúlt percekben Fejér megye egyik települését, Baracsot ismerhették meg egy kicsit közelebbről. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!